Tiszteltek, köszöntök mindenkit! Megtartotta rendes nyilvános ülését Hévízváros képviselőtestülete. Az idei költségvetés felülvizsgálata kapcsán a polgármester elmondta, elkezdődött a lobby tevékenység, mely arra vonatkozik, hogy a turisztikai célú plusz 1 forintos IFA támogatás kiesését a kormány rendkívüli állami támogatás útján Hévíz sajátos helyzetét megvizsgálva pótolja. Tárgyaltak arról, hogy a parkolás július 15-ig lesz ingyenes a városban, illetve a reptér veszélyhelyzetnek megfelelő működéséről is. Fogadgépeket és az MTÜ-vel tárgyalások is folynak, melynek pozitív fejleménye várható. Ezen kívül Osztrava város repterével is kötöttek együttműködési megállapodást. Elfogadták a Hévízi Televízió tavalyi évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mint elhangzott, a televízió már a T-com hálózatán is látható, nem csak Hévízen, de a térségi településeken is. A város költségvetésének újragondolása kapcsán tárgyaltak a sportkör tavalyi évi gazdálkodásáról és a jelenlegi helyzetéről. Támogatásukban az önkormányzat megszorításokat eszközölt, ám fő cél az utánpótlás képzés szinten tartása, hiszen mintegy 200 gyermek sportolási lehetőségéről van szó. Mint Szabó Imre elnök elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a TAO források lehetőségére, de új stratégia kiépítésére van szükség, ez pedig a felnőtt csapatoknál esetleges visszalépést jelenthet. Döntött a testület az orvosi ügyelet működtetésének felülvizsgálatáról is. Mint elhangzott, a veszélyhelyzet óta központi intézkedések miatt szünetel a helyi ügyelet, és mivel azelőtt is csekély volt az igénybevétel, egy a Keszthelyi Kórházban működő szervezet és az önkormányzat megállapodása útján próbaidőszakra marad ez a rendszer, mely véglegessé is válhat. Elhangzott, a Hévízi óvodában nem lesz nyári leállás, a bölcsöde pedig az eddigi megszokott 3 hét helyett csak 2 hétre, július 27-től augusztus 7-ig áll le. Elfogadta a testület a város közbiztonságáról szóló szakmai beszámolót. Dr. Horváth István rendőrkapitány megköszönte az elmúlt 8 év együttműködését, és bemutatta utódját, a Keszthelyi Rendőrkapitányság új vezetőjét, dr. Andor Lászlót. A város költségvetésének újragondolásához és a munka racionalizálásához kapcsolódik az a döntés is, melyet szintén az ülésen tárgyaltak, és amely a Hévíz TDM Egyesület és a Turisztikai Nonprofit Kft. Egybeolvadásáról szól. Így Pálfi Tamás ügyvezetőigazgató helyettese Miklós Beatrix lesz, illetve a szervezet kapott megbízást arra is, hogy a jövőben a turisztikai jellegű rendezvényeket megszervezze. A művelődési központnál is átalakítások és racionalizálások várhatók, mondta el a polgármester. Az idei programok finanszírozására pályázatot is benyújtott a város a turisztikai ügynökségnél, és a következő években a programtervezés területén is várható koncepcióváltás hangzott el. A testületi ülés napirendi pontjairól hosszabb beszélgetést is megtekinthetnek majd Pap Gábor polgármesterrel.